Köszöntelek titeket a 21 Bitcoin Podcast 7. adásába. Újra itt vagyunk, köszönjük, hogy ismét minket választotok ebbe a kis órába, és velünk töltitek majd. Két vendégünk van, Balaxi és Kata. Katát már ismeritek, ő már járt nálunk a madeirai élménybeszámoló alkalmával, többször is. Balaxi viszont teljesen új szereplője itt a podcastnak, de ő azért egy régi motoros, egy régi darabja a magyar bitcoin társadalomnak. Mit lehet rólad tudni? Hogyan csöppentél bele ebbe a bitcoin őrületbe? Jaj, köszönöm szépen. Köszönöm a meghívást. Mondhatjuk azt, hogy régóta benn vagyok, amúgy Balázs a nevem. Tehát aki nem jött rá, még a Balázs. Mióta vagyok benne? Aktívan 2015 óta, intenzíven napi szinten. Hallomás szinten 2011. Én Kínában éltem 3 évet, ott jött szembe velem először, még a 2010-es évek elején. Kínában éltem, és ott jött szembe velem először a bitcoin, egy ismerősön keresztül, de azon kívül ez maradt hallomás szinten, tehát én annyira nem másztam bele. Hallottam róla, néha visszajött hírekbe is, de ennyi volt. Aztán intenzíven, és tényleg napi szinten az 2015, amikor volt egy ilyen üres járat az életemben, amikor tényleg nem tudtam, mit csináljak magammal. Lófráltam a világba, tényleg nem tudtam, mit évből legyek magammal. És akkor így megcsapott, így megütött, és elkezdtem magam mélyebben beleásni. De én rólam tudni kell azt, hogy én szeretek úgy tanulni dolgokat, hogy közben csinálom is. Tehát én nagyon gyakorlatiasnak tartom magam, tehát még ha digitális környezetben is. Tehát én szeretem úgy képezni magam, hogy közben próbálok valamit kezdeni is vele, tehát gyakorlatban is. És akkor 2015-ben még így elvoltam elméleti szintekkel, meg belástam a Twitter fiókokba, meg a nagy Odell-be, meg a többiekbe. Akkor még ugye Antonopoulos ugye videói. Őt ismeritek gondolom. Az volt nagyon gyakori a perifériámban, tehát azt gyakran hallgattam, illetve, és akkor utána, hogy 2016-ban körbenéztem a magyar piacon, láttam, hogy nincs content terén semmi se. És akkor jött az ötlet, hogy akkor miért ne kezdjük valamit a szabadidőnkkel, egy ismét kollégával, partnerrel együtt. És akkor elindítottuk a Bitcoin bázist. És a Bitcoin bázis 2016. júniusa óta aktív. Magyar... Hát nem, mondhatnám azt, hogy a Bitcoin ekoszisztémában, de tehát azért kriptó, most sajnos itt ilyen eretnekséget kell mondanom, tehát ajánlom. El is ment, egy kicsit meg is szakadtam. Porfavon. Nem hallunk jól. Jaj. Jó, mert itt a orosz hitmen, itt áll a hátam mögött valahol. Ismeritek a mémet? Tudjátok ezt a mémet, a bitcoinos mémet? Hogy mindenki mögött van valaki, aki tartja a puskát. Na, és igen, a lényeg az, hogy akkor és akkor azóta intenzíven 15-16 óta és bitcoin bázis, és a gyakorlati része az én bitcoin kalandomnak az a bitcoin bázis. Nagyon szerény körülmények között indult, még mindig nagyon szerény körülmények között működik, de szabad piaci körülmények között működik. Tehát ezt én mindig leszögezem, a bitcoin bázis azért működik, mert szabad piaci környezetben működik, és ez hozzátartozik a bitcoin mentalitáshoz. Ahogy például a bányászoknál is egy pur ösztönző rendszer valahogy működik. Tehát ők azért bányásznak, mert pénzt csinálnak belőle. És ez fontos. Tehát lehet itt ideológiáról, meg eszmeiségről beszélni, ami tényleg fontos, de az egy másik szinten fontos. De attól függetlenül neked arra kell törekedned bitcoinistaként is, szerintem, meg tehát, hogy egy racionális közgazdasági szereplő legyél, ami azt jelenti, hogy azért valamivel élned kell.
vállalkozóként, dolgozóként, akármiként. Tehát én ezt vallom, és ezért tehát rengeteg savazást kap a Bitcoin bázis, azért mert rengeteg a shitcoin hirdetés rajta, amit támogatott vendégtartalom. De sajnos úgy tűnik, egyrészt erre van igény Magyarországon, másrészt ezért fizetnek. Tehát ha jönne hozzám Bitcoin-orientált hirdető, tehát Bitcoin maxi hirdetők, mi örömmel rúgdannak ki egyből az összes shitcoin hirdetőt. De sajnos nem ez a helyzet Magyarországon. Nekünk meg a piacból élünk, szabad piacból élünk, és kénytelenek vagyunk a szabad piac után menni. Szóval, tehát ez az egyik dolog. Szóval a lényeg az, hogy én innen indultam, és azóta, tehát én Bitcoin bázis csinálom, tehát azt alapítottam, annak vagyok a tulajdonosa. Azon túl én Paraguayba élek, Paraguay egy, én mondhatnám azt, hogy nagyon Bitcoin maxinak fekvő hely. Ugye tényleg itt olyan, ez egy olyan ország, ahol nem szólnak bele az életedbe, bevezeted a 10% adót, ennyi, le vagy szarva, kvázi. Jó hangzik. Igen, tehát tényleg az a kicsit az a pionír szellem itt van, mert alul népes, tehát a populáció nagyon alacsony, egy-kétszer akkora országban, mint Németország, 8 milliós ország. Volt két komoly, nagyon komoly háború itt, az egyik az argentinokkal, a brazilokkal és a Tripartite Alliance-szal, amik a 19. században 20 ezer ember maradt, 20 ezer férfi maradt, meg valami 200 ezer nő. Tehát elpusztult, kvázi kivezett az ország. Pontosan mindenki. Tehát kivezett az egész férfi lakosság itt akkor. Illetve volt egy másik háború a 20. század közepén Bolíviával, akkor tudták megtartani a Chaco tartományt, ami fent van és nagyon alul fejlett, nagyon farmland-szerű, mocsár-szerű, nagyon száraz kiadott terület. És szakember hiány van itt. Tudatlanság van, írástudatlanság van. De a lényeg az, hogy ha te idejössz európaiként, képzetként, szakképzetként, akkor te itt akármit elérhetsz, és nem szólnak bele, hogy mit csinálsz, hogy csinálod. Természetesen bizonyos szintig, mert korrupció az Amerikára. Ott is van. Nem is kicsit. Még ilyet. Hol nincs? Jaj. Argentinában nem vagyok abban, de van ott is. Ja, hogy ott is van? Igen, talán. Milei nem tudom most, hogyan intézi a dolgokat, hogy mennyit kér. Milei most megint köcsög lett a bitcoinista. Igen, olvastam. A regisztrációhoz köti a bitcoin használatot, vagy vásárlást, KYC-n fölül. Tehát a licencet kér. Ha jól olvastam, akkor licencet kell kiváltani a kriptos vállalkozásnak. Beállt a sorba ugyanúgy, mint a többi ország. Beállt a sorba. Ja. Ezt hívják politikának. De visszatérve, ezt hívják globalizmusnak, szerintem. Hát hívhatják annak is. És még egyéb szavaim szerintem is vannak, de azt most nem mondom. Mondd csak. Nem tűri a barátokat. Ja. Tehát privát okokból vagyok, időzőjelben elsősorban. És ahogy az alkalom, ugye, mivel én entrepreneurial stílus vagyok, olcsó áram, szabad piac van itt, nem szólnak bele, így jött képbe a bányászat is, amit a Kriptofalka nevű portál Honti Rolandjával együtt csinálunk, és a mögötte álló személlyel, akit nem lehet megnevezni. Nem nagy, nagyon pici, 1 megawattos kapacitásunk van. Ez mennyi gépet jelent? Gépben olyan 300 körül lenne, 300 körül. Azért a szép. Nagyon pici. De pici. Tehát hát azért, tehát ha összevetjük a nemzetközi szintekkel, akkor ott több ezres bányászfarmok vannak Texasban, Svédországban, Oroszországban.
Meg itt is lassan, tehát itt most az ANDE, a helyi áramszolgáltató elkezdett leszerződni a nagyon komoly cégekkel, amerikai bányász cégekkel, tehát ilyen 300 megawattos farmokat úgy kezdtek el felhúzni, mert tegyük hozzá, hogy Paraguay 99%-ban vízenergia, tehát megújuló energia, itt van a világ második legnagyobb vízerőművel, az Itaipu, a brazilokkal együtt, és ennek köszönhetően nagyon olcsó, tiszta energia áll rendelkezésre, és ezért is ez lett, vagy kezd lassan célországgá válni a bányászok számára is. A bányászatot 2022 elején kezdtük, tehát mi azért 3-4 hónapot kutatással töltöttünk, jogi résszel, a helyi klíma kiismerésével, ami nem egyszerű, azért Latin-Amerikáról beszélünk, lokációválasztással, meg egy partnernek, aki kvázi üzemeltető. Tehát nem arról van szó, hogy én minden nap a bányába ülök, és akkor majd ottan, mint a hét törpék, ottan vájárkodok, de szerencsére találtunk egy nagyon megbízható partnert, ők is amúgy, ők spanyolok, panamai spanyolok, kapcsolatuk van a csehországi Brains bányászpulttal, és kvázi ők, akik a mi farmunkat üzemeltetik. De miért? Tehát az investíció az a miért, tehát mi fektettünk be. Meg a kockázat is, köz. Gondolom. Meg a, hát a kockázat meg az alapít. Tehát Paraguay az eléggé... Tehát hogy mondjam, nem szólnak rád, azt csinálsz, amit akarsz, de bizonyos szinten elkezdenek néha csesztetni. Formálisan, informálisan. Ilyen dolgokra figyelni kell itt, ismerni kell embereket itt. Kicsit olyan, mint otthon, is gondolom, Magyarországon. Nem tudom, mire gondol. Én is sem. Kata? De hülyék vagytok. Nem tudom, miről van szó. De, hát de ja, tehát a lényeg az, hogy így vagy ilyet. Ja, sajnos ilyen a világ. De Latin-Amerikában még inkább, tehát a kapcsolatrendszer nagyon fontos itt. De lekopogom, relatíva el vagyok. Tehát azon túl leszámítva, hogy tényleg néha 40 fok van és le kell állítani a gépeket, le kell állítani a farmot, mert azt már nem bírja itt, mert egy ilyen víz evaporációs kvázi konténerben van az egész. Léghűtésesek? Léghűtéses, így van, tehát nem vízhűtéses. Pontosan azért, mert amikor elkezdtük, akkor még az S19-esek úgy, tehát a 120 teraes-es volt az, ami amúgy költséghatékonyan, tehát nem volt túl drága megvenni, akkor ilyen 1200-1300 dollárja volt darabja azoknak a gépeknek. Ugye, tehát tegyük hozzá, hogy mi azért a medvepiacnak a mélypontján kezdtük el az egészet, tehát az időzítés relatíve jó volt, tehát jó áron jutottunk a gépekhez, meg nem volt akkora forgalom, meg igény, meg érdeklődés még a bányászat irány, itt Paraguayban. Bocsánat, hogy itt félbeszakítalak, egy kicsit így összetudnád foglalni én egyszerűbben, tehát azoknak a hallgatóknak, vagy nézőknek, akik nem annyira vannak benne egy a bitcoin bányászatban, hogy ez hogy néz ki, tehát mit kell elképzelni, hogy működik? Kvázi van egy, hasonlít egy server farmhoz. Van egy csomó polc, a polcokra fel vannak pakolva ilyen böszme nagy ASIC hardware, bányászgépek, ilyen kockák, azok be vannak dugva, van egy kis transformátorod, van egy konténer, ami bele van dugva az egész, rá van csatlakoztatva a hálózatra, és kvázi ennyi, meg fizeted az áramdíjat. Tehát a legtöbb az energiafogyasztása ennek, igaz? Meg a mondjuk... A költségszinten az energiafogyasztás még így is, tehát a költségünknek a 90% az energia, áramdíj, az Andén, tehát a helyi áramszolgáltató, monopól áramszolgáltató. És a beruházási az költségek, azok meg a maga bányászgépek, igaz? Meg a konténer? A bányászgép, a konténer, a kábelezés, a transformátor, külön transformátorunk van, ugye. Meg van egy ilyen licenszti, amit fizetni kell az elején egy megawattra az Andénak. Az is
20 ezer dollár körül van. Ez, hogy rendelkezésetekre álljon az az áram? Így van. Mennyiségkapacitás? Így van. Tehát, pontosan, uh-huh. pontosan. Mert a hálózat nem bírna el ugye egy megawattot, csak úgy random leraknának. Hát a Paraguayban még így sem bír el néha. Még úgy, hogy megvan a licencet, de ez azért van, mert nagyon konzervatív az Ande. Az Ande tényleg nagyon alul investál a hálózatba. Tehát a hálózati infrastruktúrában az nagyon alul investál. Hiába van itt az Itaipu, de tőled a kábelezés, a vezetékek, stb. Az nagyon. Jó, az így is megveszik, nem? Meg természetesen, hát bőven. Hát főleg most. És jelentősen olcsóbb, mint egy eddig máshol, ahol jártál a világba? Grúziában, mikor ott voltam, anna, ott éltem egy fél évet, akkor olcsó volt ott, akkor ilyen 35 dollár per megawatt volt. Az most már felment azóta, meg ott is elkezdett köcsögösködni a helyi áramszolgáltató. Tehát én ismerek személyesen olyan embert, aki Grúziából települt át, hozta a bányászfalmiát ide Paraguayba. Ezen kívül hát oroszországi árakkal nem lehet versenyezni, egyértelmű. Tehát tehát 20 dollár is volt még annó megawattonként. Itt Paraguayban mi most 47 dollár per megawattért bányászunk. Tehát még az is bőven. Ez jó. Tehát ahhoz képest, ami például Egyesült Államokban ilyen 80, 70, 60 dollár talán, már ha kisebb vagy, tehát én azokról beszélek, akik nem 300 megawattokat mutatnak, akkor azért ilyen 60-70-80 dollár megfizetnek Svédországban, nem tudom, hogy Svédországban, de tudja, hogy drága. Uh-huh. Szóval Paraguay relatíve versenyképes árakkal dolgozik. Lehetne sokkal olcsóbb is. De itt azért van egy kisebb fajta mizéria, teszett az a húzakodás, hogy most mi legyen a bányászokkal. Tehát a politika egyik spektruma nagyon preferálja őket, a másik a tradicionálisabb, meg a pokolra kíván minket. És a viszont a jó dolog az, hogy egy kicsit föderális az ország, tehát olyan, mint a Svájc lenne, tehát tartományonként dönthetik el a helyi törvényhozók, hogy de mi legyen a bányászokkal, ahol mi vagyunk, hogy semmi probléma, mi a brazil határ mellett bányászunk. Uh-huh. Az a neve a helynek, hogy Salto de Guaira, egy kisváros. Ott van a bányászfarm, egy farm közepén, és mellette még van három másik bányász, akik ugyanaz, tehát a szolgáltató, uh-huh. tehát a brainsesek a szolgáltatójuk. És velük együtt csináljuk kvázi. Ja, tehát vannak komplikációk a bányászat kapcsán Paraguayban is, de mindenhol. Tehát hiába, tehát Magyarországon is volt, tehát például valahol a Velencei tó környékén, Gálvan környékén bányáztak, de mindig problémájuk volt a szolgáltatóval, tehát szerződés szegés is volt Magyarországon, hirtelen felemelték a díjukat, a bérleti díjat, és ezért döntöttek azt, hogy na, akkor lépnek egy kontinest, és akkor Paraguay. Tehát mindenhol van probléma. A kérdés az, hogy hogy állsz neki, és hogy próbálod fixálni. Tehát ha például német mentalitással jössz ide, és minden fair, és minden tiszta, és minden a papírok szerint működik, akkor itt nem fogsz sokra jutni Paraguayba. Ha magyar mentalitással, és ami Magyarországon működik, sajnos az, sajnos vagy nem sajnos, de ez előnyére válik. Uh-huh. Hát akkor nem sajnos. Paraguayban milyen a bitcoin közösség? Mennyien használják, mennyien ismerik? Például Asuncionba, ugye fővárosba. Van kvázi kettő ATM az egész országban, tehát van két bitcoin ATM. Összesen két ATM van ez a egész Paraguayban. Igen. Tehát az elfogadottság kapcsán ez, uh-huh. ez egy jó indikátor, vagy nem nagyon. Viszont
Tehát a Binance közösség az aktív, ugye? De hát az inkább az ilyen üzleti uh-huh. Binance közösség. Tehát nem az a Bitcoin plebs. Uh-huh, a plebs. Van, meg van egy-két váltó is, de azért itt jellemző az, ami Magyarországra is. Tehát a shitcoinok elviszik a Rivalda fényt. Tehát inkább mindenki gazdag szeretne lenni két nap alatt. Hát, mivel vagy körülbelül három. mivel harmada az átlag jövedelem, uh-huh. mint ami Magyarországon van itt, és komoly a szegénység itt, meg az illitiráció. Így, ja, tehát ugye azért könnyű manipulálni az embereket a sok pump and dunk-on. Szóval ez egyértelmű, tehát egy szinten megérthető, mert tényleg szegénység van. Tehát nem szegénység van, mert jól élnek itt az emberek, tehát bőségesen élnek az emberek, tehát az átlag jövedelmek azok még messze vannak attól, amit akár még Magyarországon is elfogadhat. Tehát akkor így az ember. Igen. Világviszonylatban sokkal alacsonyabb ott ugye a jövedelem, és emiatt hát úgy érzik, hogy szegények. Igen. Holott mindenük megvan. Igen, tehát megvan szabad föld, tehát annyi föld van itt, mint a csuda, tehát tudják hova, marhatartásra, tehát éhezni nem fognak 20 évig legalább, ha csak egy évnyi agri termelést veszünk. De viszont ugye bejött ez a Western culture, és akkor mindenkinek kell a nagy autó, kell a szép ház, és stb. Ez meg más jövedelem szinteket igényel az emberektől, ami ilyen szinten még nincs az ország. Meg ugye van egy korrupt elit, a nagyon magas elit. Ugye? Ez változik szépen lassan, hol jobb, hol rosszabb. Most például az új elnök, a Peña, az a neve, Pena. Most komoly infrastruktúrális beruházásokat jelentett be, tehát meg akarják csinálni ezt a kelet-nyugat korridort, tehát a autópályát, Brazíliától egészen Chiléig, de Bolívia, Chile. Tehát ezt a részt, uh-huh. meg hidakat épít, jelentett be, reméljük az áram infrastruktúrát is elkezdi fejleszteni. Ugye most volt múlt évben választási. Szóval bizalommal tekintenek itt az emberek is a jövőre természetesen, de mondom, azért azon a szinten nem van, mint amit az a nyugati életstílus. Még a magyar is. Tehát a Paraguay, Magyarország Paraguayhoz képest azért fejlettebb. Uh-huh. Persze. Jóval fejlettebb ország. Tehát ezt azért tegyük hozzá. Akkor most meetupot most ott nem szervezel? Hát figyelj, jöttök, akkor meetup. Ennyi. Aztán megyünk aszádózni. Jó. Megyünk. Szeretem a marhahúst, szívesen elmegyek Paraguayba megkóstolni, hogy ott milyen. Vamos. Jobb, mint az argentin. Igen, és vagy az uruguayi, az nem... Nem tudom, nem. Ezt még nem kóstoltam, de tényleg világszínű. És ugye itt nem ez a tehát ez az üzemméretű marha tartás történik, hanem ugye szabad föld, uh-huh. legeltetés. Tehát szabad, hogy mondják ezt? Grass-fed. Grass-fed. Uh-huh. Szépen magyarul. Ja. Füvecsevő. Füevő. Füvecstelnek. Fűbe harapottak. Az. Szóval az van, tehát nem az, hogy be vannak egy karámozva, és akkor tudod, ez az ipari uh-huh. szintű értem. Dolog, mint ami... Tehát ami Argentinában is. Uh-huh. Tehát abszolút világminőségű. Ez egy ok, hogy nem tudnak például EU-ba exportálni, azaz, mert ugye vannak ezek a sok brüsszeli megfelelésék, tehát standardok, aminek Paraguay nem akar, vagy nem tud. De nem baj, nem. És nem? Vagy hát? Figyelj, van piac, mert van. Japánba, Kínába exportál. Európának jó lesz a bogárburger. Majd szépen megünneplik. Nem akartam mondani, de ja. Hát ha ezt szeretnék, akkor ezt kapják. Nem? Tehát ja. Tehát azért Paraguayról tudni kell, hogy vegánként nem fogsz itt. Ilyen fogsz halni. Akkor ott a helyi. Tudsz, azt mondtad, van egy csomó fű. Ja.
Fű, van, azt eljöttet. De... Jó. De itt azért talán találsz az egész Asunciónban. Asuncion egy 500 ezeres város, és még egy összesen még 2 milliós. Tehát úgy az agglomerációval együtt 2 milliós. A lakos, tehát a populáció 30%-a. Ez komoly. Nagy a koncentráció. Tehát itt a városban találsz talán 2 vega étel van, szóval az egészbe. Szóval nincs esély itt a vegánoknak. Sajnos, vagy nem sajnos, de nagyon húsevő. Nagyon húsevő az ország. Azt sem tudtam, hol kezdtük az egész beszélgetést. Ja, egy kicsit elkanyarodtunk így a Bitcoin-tól, de nagyon érdekes, amit mondasz, mert hát nyilván kapcsolódik hozzá, mert ugye te egy bányászvállalkozást viszel ott, Magyarországon meg a Bitcoin bázist. Ja. És te fordítottad le ugye magyarra a white paper-t, ha jól tudom. Így van, hát igen. Még annó. Én? Még annó 2017-ben? Uh-huh. Talán. 18-ban. Az is úgy jött, hogy akkor is egy kicsit több idő volt. Szerintem 18 volt, mert sírtam a medvepiacon. Sírtam, könnyes lett a white paper. Könnyes lett egy picit a white paper. Indeed. És akkor is volt egy ilyen kis üres járat. Tehát ment a Bitcoin bázis, de azért annyira sok. Tehát volt idő. Hát ja, volt idő. És akkor ugye akkor hogy legyünk aktívak még a Bitcoin ökoszisztémában, és én mondom, én fejlesztem, nem tudok, én nem vagyok programozó, én a közgazdasági részét értem inkább, tehát nekem végzettségem közgazdász. Még az a keynesianus szar, ami nem ér semmit amúgy. Ja. És akkor igen, hogy tudok kontributálni, és akkor jött az, hogy akkor, mivel nincs magyarul, akkor fordítsuk le magyarra. És kvázi ennyi. Tehát azért elég sok utánajárás volt egy-két hónapom, tehát nem siettem el, lassan ment, és végignéztem, utána néztem mindennek. Proofreading sokszor, ahogy csináljuk, igaz, Kata? És akkor így jött. Amúgy a bitcoin.org-on keresztül, tehát a bitcoin.org oldalnak van egy ilyen Translators nevű Telegram szekciója, és azon keresztül aztán egy német a fejes ott, és ő mondta, hogy ő ajánlotta, hogyha akarom, akkor fordítsam le, és akkor én fordítottam szépen lassan. Mert te is fontosnak... Én hiszek abban. Fontosnak tartottad, hogy más is tudja olvasni, ne zárja ki az angol nyelv ismeretének hiánya? Abszolút. Szép lépés. Főleg abból indulom ki, hogy kb. 25%-on van Magyarországon az idegen nyelvet valamilyen szinten beszélőknek a száma, aránya. Populációban. Tehát kell, tehát fontos. Az edukáció nagyon fontos, kaptának a veszőparipája. Tájékoztatás nagyon fontos, magyarul, amennyire lehet magyarosan, de itt most az a AI bejött, szóval lesznek felfordulások megint. Kriptóban különösen, mert mindig ott van az S. Tehát kriptó az nagyon-nagyon, most megint kriptót mondok, nem Bitcoin, ott nagyon-nagyon gyorsan jönnek be az új innovációk, és az AI, meg az, amit például tartalomgyártás terén kínál, azzal számolni kell, hogy tehát a mesterséges intelligencia. A cikkírás, tartalomírás kapcsán mesterséges intelligencia, és 2-3 év, és szerintem a nemzetközi kriptós hírportálokon 50%-át a tartalmaknak a AI fogja írni, mert olcsó, költséghatékony, mert szabad piacon él mindenki, és nincsenek, tehát nem BBC szint van, még Reuters szint, ahol vannak az állami handoutok is, vagy akármilyen fiat handoutok, és akkor tehát itt full szabad gazdaság van, szabad piac van a kriptóban, és egyrészt közgazdasági szempontból is ugye a Bitcoin az egyértelmű, senki se tudja levelni. Uh-huh. Nincs olyan. Te is azért Bitcoin maxi vagy, ugye? Bocsánat. Csak mert sokszor mondod a kriptót is, de nyilván ez most érdekfűző. Én maxi vagyok, de
tisztában vagyok a versenytársakkal. Uh-huh. Tehát vannak versenytársak, és ezt nem mondom, és egy kicsit, ha emlékszem, Sziller érvelt emellett a csoportban, a 21 csoportban, amit mindenkinek ajánlok én is, nagyon edukatív. Ő érvelt amellett, hogy szabad piac van, és annak kontextusában tudod a Bitcoin előnyeit értékelni, hogy látod a versenytársakat, és hogy miben rosszak, vagy miben jobbak, teszem azt. Tehát egyrészt azért, mert közgazdasági szempontból egyeduralkodó a Bitcoin. Tehát ez alap. Eszmei szempontból szintén egyeduralkodó a Bitcoin. Tehát ez kétség nem férhet. Tehát ez, aki benne van már 5-6 éve, végigjárta a szamárlétrát, végigment a nyúlőregébe, belement a nyúlőregébe, annak tiszta, annak egyértelmű, hogy a Bitcoinon túl, a Bitcoin az egy aszimmetrikus, nem végtelen, de nagyon magas számú upside potenciállal rendelkezik, szemben az összes altcoinnal, meg shitcoinnal, amik magukat semmi másnak nem képzelik el, mint egy, csak egy másik blokklánc platform, mint egy másik kihívója a hagyományos pénzügyi rendszer. Na ez a különbség a Bitcoin és a többi shitcoin közt, hogy a Bitcoin az nem a pénzügyi rendszerbe akar betagozódni, hanem azt le akarja váltani, és én ebben hiszek, hogy előbb egyik napra is le is fogja váltani. Ilyen-olyan formában. Tehát nekem ez a motivátorom, uh-huh. hogy a Bitcoinban megvan ez a potenciál, ami a többiben nincs, szerintem. Pont tegnap volt ugye az első pécsi meetup, ahol a Sillerrel ilyen és ehhez hasonló dolgokról beszélgettünk, és pont ez volt az egyik, hogy igazából a legszarabbnál kell egyen jobbnak lenni ahhoz, hogy nyertes legyél. És itt ezzel ugye azt próbáltuk meg megbeszélni, hogy igen, marha jó a Bitcoin, szeretjük, hippi hurrá, de nem tökéletes. Tehát, hogy vannak verhetetlen tulajdonságai, de bizony vannak negatívumai is. És ez egy tök érdekes mondat volt nekem, vagy így bennem maradt, hogy igen, amikor így elszállunk, meg tényleg nagyon kezdünk szektások lenni, akkor úgy visszaránt egy kicsit a valóságba, vagy a realitások talajára. Én szerintem meg jó is, ha van hibája a Bitcoin. Mert az azt jelenti, hogy van hova fejlődni. Így van, így van. És ez talán egy ösztönző azoknak, akik értenek hozzá, hogy oké, talán ebben. És itt most nem a inscription-okra, meg az ordinálokról beszélek. Nem, azért, nem. Az egy deformáció szerintem, tehát az nem kéne. Igen. Vagy hát én nem tudom, tehát ez majd a piac eldönti, de azért akik látják, meg benne vannak a technikai részben, azok lehet, hogy tudnak kitekinteni a versenytársakra, vagy a alattvalókra, úgymond, és hogy onnan átemelni dolgokat, ami talán bele lehet építeni a Bitcoinba is. De én ehhez nem értek, én nem vagyok hard fork party, Isten ments. Tehát ami van, az tökéletes, ahogy van. Tehát Satoshi, amit 2009-ből alakott az asztalra, az egyrészt a történelmi kontextusa, az ösztönző rendszer mögött, a játékelmélet mögött, ami szépen kijátszódik az évek alatt, egyszerűen nem tudod meg replikálni. Nem okay. tudod replikálni, mert az összes csak kopi, ami utána jött. És pont azért nem tudod replikálni, mert nem tudsz 10 évet visszamenni, és ugyanazt a történelmi kontextus felállítani. Talán majd jön 10 év múlva egy másik kontextus, vagy jön egy atomháború, és akkor jön majd egy Bitcoin 2.0, ami mesh network-ök köztül, meg stb. Vagy még egy szinten jobb lesz. Az is lehet a Bitcoin része, egy ilyen rezisztens kód rész. Így van. Tehát pont azért mondom, és azért vagyok én Bitcoin maxim, mert egyrészt megismételhetetlen, meg az összes másik altcoin, shitcoin semmi ahhoz képest. Mind piaci értékben, mind volumenben, mind dominanciában, mind elterjedt, mind Metcalf, Kantian effektben, minden. Meg centralizációban. Centralizáció így van, biztonság terén, a biztonságra helyezett hangsúly terén. Tehát
Tehát nem tökéletes a bitcoin, de én jelenleg én nem ismerek jobbat. Tehát te akkor... Őszintén ezzel nem is akarok. Te is úgy látod, lehet, hogy ez most a legjobb dobásunk arra, hogy ezt a korrupt rendszert kiváltsuk. Egyértelmű. Tehát ez egy alternatív. Hát egyértelmű. Uh-huh. Egyértelmű. Tehát a fiat rendszer az már pár száz éve megérett a bukásra. Volt egy jó menete a 20. században, meg még előtte, de ennyi, kifújt, vége. Tehát nem mehet itt tovább. Uh-huh. Tehát az, hogy mindenki fogyasztásból él, egy fogyasztás nyomja fel a GDP-t, és a gazdasági növekedés, és az a fontos, hogy minél magasabb legyenek a számok minden évben, egyszerűen egy vicc. Tehát erre nem lehet fenntarthatóságot építeni. Tehát ez most kontraproduktív, amit mondok, de kvázi a bitcoin a legjobb módszer arra, hogy fenntarthatóvá tett az egész bolygó. Igen. Hosszú távon. Mert az értéket tehát helyezi előre. Így van, az értékteremtésről van szó. Még annak ellenére is, hogy a bitcoin bázison sok a shitcoin. Hát jó, az egy üzleti modelled, azt te látod, hogy miért, mint ahogy el is mondtad, ha megjelenne egy olyan bitcoinos hirdető, aki kiváltaná, akkor örömmel megválná. Aha. Azt meg kérdezhetem, hogy ti, tehát mennyire vagytok bitcoin maxik, tehát mennyire, hány százalékban vagytok bitcoin maxik, mikor személyes kata. Tehát egyetlen érni kell valamiből. Kata. Hát figyelj, én nem szeretem nagyon az ilyen címkéket. Megmondom őszintén, ahogy ezt így a múltkori alkalommal így el is mondtam, nekem nincs előéletem shitcoinokkal, tehát én nem úgy keveredtem ebbe az egészbe, hogy figyelj, megjelent az új trallala coin, meg kell venni, és 5 perc alatt milliárdos leszel, tehát nekem ez teljesen kimaradt. És hát ezt a Balázs nagyon jól tudja meg, ezt a múltkor el is mondtam, csak ő mindig túl szerény. És igazából volt egy előéletem, ahogy ez a dolog így elindult azzal a munkával, de hogy igazából, amikor ő így megtalált engem, és így elkezdődött ez a munka, és hát elmeséltem ezt a múltkor, elküldte a könyvet, bla bla bla, és hogy engem ez ott akkor elindított, és nekem ez tök evidens volt azóta, tehát nekem nem volt semmiféle elhajlásom, vagy ilyesmi. Jó neked. Ja, biztosan nem szokványos, de mégis úgy gondolom egyébként, hogy és egy kicsit visszatérve a bitcoin bázisra, és nyilván nem reklámot akarok gyártani, tehát félreértés ne essék, de hogy egyrészt azt gondolom, hogy igenis az, hogy 2016-ban létrejött a bitcoin bázis, tehát anélkül szerintem a magyar kripto közösség nem állna olyan szinten, mint amilyen szinten most áll. Teljesen mindegy, hogy milyen minőséget ítélünk neki, valami ott akkor elkezdődött, ami összefogott embereket, és azóta ez kinőtte magát, hiszen egy csomó minden más kezdeményezés indult a bitcoin bázisról. Sőt, ha nagyon tágan akarom értelmezni, talán még a 21-et is mondhatjuk, hogyha nincs a bitcoin bázis, nehezebben találtak volna ezek az emberek egymásra. És ezt nem kell elvitatni, meg ez nem egy, tehát én ezzel nem ajnározni akarok senkit. Persze. Ezek tények. Ezek tények. Úgyhogy, jó, tudom, azért mondom, hogy a Balázs túl szerény. Tudom, hogy kritikus vagy, de én ezt kívülállóként mondom. Kritikusnak is kell lenni természetesen, de minden, ami a bitcoin bázis után jött, az abból gyökerezik. Tehát ez kész, passz, ennyi. Ha, visszatérve a címkézi... is. Kivéve a passzív millió most. Úristen. Tehát visszatérve ezekre a címkékre, én egy kicsit bátortalanul használom ezt, vagy nem is szeretem ezt használni, mert hogy igen, amellett, hogy bitcoin hívő vagyok, bitcoin pásztornő, amellett még egy csomó... Evangelista. Amellett még egy csomó minden más is vagyok, tehát hogy... De nyilván az életemet átszövi a bitcoin, tehát olyan nincs, hogy akár még a gyermeknevelést is átszövi a bitcoin, tehát mindent, és ezt írd és mond. De hogy én ezt pozitív dolognak élem meg, és mostanra már a külvilágom is pozitív dolognak éli meg, nem volt ez mindig így.
De hogy tök jó végignézni azt, hogy 2000, nem tudom én, 5-6-7 évek távlatából, ha visszatekintek a mára, hogy itt ülök ma Pécsen, és tegnap egy Bitcoin meetup volt, és történt, ami történt, és van egy network, azt sose gondoltam volna, hogy ez ilyen rövid idő alatt meg fog történni. Tehát amikor először ezzel találkoztam, akkor az egész annyira utopisztikusnak tűnt, hogy arról beszélgettünk, hogy ó, majd 10 év, meg majd 15, meg majd nem tudom én mi, és ehhez képest olyan szintű exponenciális fejlődésben van a tér, hogy az egészen elképesztő. És különösen a Magyarországot tekintem, igenis kellenek a kriptók, igenis kellenek a shitcoinok, mert valahol valaki beszáll. És lehet, hogy beszáll a bumbinyó coinnal, de aztán el fog jutni a bitcoinhoz. És erről is tök sokat szoktunk beszélgetni. Az mindegy, hogy miért. Szerintem a mi generációnk rohadtul lebecsüli a fiatalokat. És ez nyilván minden idősebb generációban benne van, hiszen mi is úgy nőttünk föl, hogy azt mondtuk, hogy az idősek hülyék, mert majd mi tudjuk, az idősek meg azt mondták, hogy jó van, ti kis hülyék vagytok még, majd megtudjátok. És hogy ez így bennünk van, de miért nem? De. Ez mindig így volt. Abszolút. És egy kicsit engem is elvitt ez a tér, amikor úgy hajlamos vagyok, hogy túl komolyan venni magamat, akkor különösen ez így a munkamorára értendő, hogy én gép vagyok, tehát ha meló van, akkor dara van, és nyomjuk. És a nálam fiatalabbak nem így állnak ehhez a dologhoz. És beleestem abba a hibába, hogy azt gondoltam, hogy ezek hülyék, ezek picik, ezek lusták, ezek nem tudják, és aztán rájövök, hogy nem, én vagyok a hülye, mert ezt lehet máshogy is csinálni. És nem kell kicsinálnod magadat ahhoz, hogy valahova eljuss, meg valamit csináljál. És most ezt csak mind azért mondom, mert annyira lebecsüljük őket, és ezért nem kell leírni a shitcoinokat sem, mert ugyanúgy, ahogy Balázs mondta, lehet elvenni belőlük, meg ahogy Sziller is mindig mondja, lehet elvenni belőlük, a szart ott lehet hagyni, az teljesen mindegy, de hogy ezek az emberek, mert mostanra szerintem ez is tökre megváltozott, hogy sokkal több fiatalabb jön, tehát volt azért egy ilyen sztereotípia, hogy a nem tudom én, 30 és 45 közötti szemüveges számítógépes fiúk a bitcoinosok, meg akik úgy eleve értik ezt a dolgot, és hogy ez tökre megváltozott. Hiszen itt vagyok én is, aki abszolút nem szemüveges fiú, itt van egy csomó fiatal, akikkel én is nap mint nap találkozom, akik már egy teljesen más helyről, egy teljesen más gondolatmenettel és egy teljesen más elképzeléssel lépnek bele ebbe a világba, és ez tök jó. Ez tök jó. Mert ők a jövő. Mert mi már öreg bottal járó nénik meg bácsik leszünk, amikor elérjük majd azokat a dolgokat, amikről most itt beszélünk. Tehát őket kell felemelni. Nem tudom, ezt miért mondtam amúgy, de jó, hogy kijött belőle. Jó volt. Jó volt. Köszönjük. Ars poetica. Jó, hát igen, van ilyen is. Én is egyébként, én is azt mondanám, hogy 100%-ig bitcoin maxi vagyok, de megvolt a tanuló pénzem a bitcoin világában. Azért is, meg én 18-ban leültem, és azt mondtam, hogy akkor jó, én úgyse fogom átlátni ezt az egészet, ha nem az alapoktól kezdem. És elkezdtem az alapoktól, bitcoin története, miből lett, stb. És akkor utána így rájöttem, hogy figyelj, ez mindent megold, más nem nagyon kell. Nem mondom, persze volt egy-kettőben jó dolog, például így Monero-ban, mint tudom én, a privacy, meg stb. De ugyanezeket meg lehet találni a bitcoinban is ezeket a törekvéseket. Biztos vagyok benne, hogy a fejlesztők emelnek át részeket, innen-onnan, meg ötleteket, úgyhogy ez így jó. Ez egy nagy organizmus, azt mondják. Több tízezer fejlesztő fejleszti, a saját érdekéből, úgyhogy meg ugye bányászok vesznek benne részt, boltok, tehát egy teljesen új gazdaság, új dinamikája van. Úgyhogy röviden így. És megállíthatatlan. És amit te is mondasz, ugye a fiatalok hozzák majd be a dinamikát újra, meg hát ők folyamatosan, hát ez úgy kell, nem ilyen darabos ez, tehát nap mint nap új emberek kapcsolódnak be, behozzák a saját területüket. Ugye? Nagyon sok. Tök érdekes, főleg az érték mentén.
Nem tudom, hogy Andi, te ott voltál-e azon az előadáson, ez a kis színpadon, legkisebb picike kicsi színpadon, nagyon kevés ember volt ott. Egy És szék volt ott. hát körülbelül, tehát ilyen abszolút nagyon, tényleg nagyon kis semmiség volt. HR-esek beszélgettek Jobs in Bitcoin elnevezésű prezentáción. És pont erről volt szó, hogy egy-két évvel ezelőtt lehetetlenség volt, ha nem voltál fejlesztő, akkor nagyon-nagyon nehéz volt elhelyezkedni a Bitcoin világában. És hogy mostanra meg már az van, hogy két kézzel kapkodnak a mindenféle végzettségű emberek után, az operation, tehát egy cég működésében kell, hogy részt tudjon venni egy bölcsész, egy könyvelő, egy jogász, egy közgazdász, egy teljesen mindegy, hogy mi. Management. Egy management, igen, hogy kontributálni tudjon egy cégnek a működéshez. És hát néztem mind a hal a szatyorba, hogy tényleg már itt vagyunk? Tehát, hogy és tényleg, hogyha belegondolok, hogy micsoda intézményi érdeklődés van, hogy már Magyarországon is hány helyről lehet hallani azt, hogy be akarják vezetni a fizetést, hogy lehessen bitcoinnal fizetni, de nincsenek megfelelő szakemberek hozzá. Tehát nagyon ösztönző és nagyon inspiráló volt, és egyébként a NOSZ a tér, ahol mindez elérhető. És nagyon, tényleg nagyon inspiráló volt, hogy igenis, aki egy picike kis érdeklődést érez magában, nem kell azt gondolni, hogy fú, de hát én nem tudok semmit a bitcoinról, én csak most kezdtem, tralala, mert együtt az emberek egymást húzzák, motiválják, fejlesztik, képzik, és tényleg hipergyorsan jön létre az új világ. Borzasztóan felemelő volt egyébként, tehát tényleg annak én, hogy az legutolsó sötét sarokba úgy kullogtam oda én is, hogy na jó, meghallgatom, mi ez? És úgy jöttem el, hogy azt a mindenségi. Csak már nem tudok több munkát vállalni, ezért nem jelentkeztem. Nem. Még nem. Te se. Nem, nem. De mindenki más menjen. Hát igen, most már azért elérhető, tehát bárki, aki hall erről, az tök jó, hogy egy csomó minden elérhető magyarul, nem? Könyvek. Könyvet nem fordítottál, vagy nem járultál hozzá? Ki? Mi? Ti? Aha. Én? Vagy? Hát az ugye Knut Swan Home könyve a Bitcoin bázis gondozásában jelent na, meg, azért. Kata fordította. Kovács Andrival közösen, aki a főszerkesztő nálunk. Én mit csináltam? Szervezted. Osztottál minket. Szerveztem. Osztottam. Dehogy is nem, hát ő volt proofreadinget. Ja, tehát a printet, tehát én hát meg a Balázs volt a mecénás, hát mindig szerény. Mondom én. Tehát ez ő nélküle nem jöhetett hát, volna létre. Berendeltünk egy, mennyi, 200, mekkora volumenet rendeltünk? 250. Mm. Ja. Amúgy érdekes, meglepő, azt most épp figyeltem tegnap a shop kapcsán, hogy sokan a e-pubot, tehát a digitális formátumot töltik le. És Satoshi írt. Tehát ugye volt anno egy ilyen dilemmánk, hogy érdemes egyáltalán könyvbe megcsinálni. Ja, ja. Tehát, mert ugye az is formázást igényel, meg ehhez is kell egy, hogy hívják, korrektor? Nem, tördelő. Tördelő. De szerencsére a világ utolsó tördelője az unoka testvére. Így van. Tehát ez is így, tehát így family enterprise szint volt. A lényeg az, hogy tényleg érdeklődnek, van iránt érdeklődés, amit lefordítottunk. Knut Swanholm, szuverenitás, Bitcoin szuverenitás és függetlenség. Nagyon jól összefoglalja elsősorban a gazdasági, közgazdasági aspektus, tehát szempontból a bitcoin értelmét, értelmezhetőségét, lényegét. Mellette még elméletben terveznénk egyet, the bull case, mi volt az, amit ajánlottak a Consensus Network? Bullish case for bitcoin. The bullish case for bitcoin, igen, meg volt még egy a bitcoin filozófiája.
A bit, az most nem rémlik, de egy spanyol, egy spanyol jogász írta, és ja, filozófia hát, bitcoin. Igen. Tehát igen, tehát a Knut Salamon könyvet mi adtuk ki, de ugye mellette a Little Bitcoin Book. Azt meg ugye egy kis kezdőknek. Openoms, hogy opt-out? Hú, opt-out. Opt-out. Opt-out, így van, elnézést opt-out-tól is. Itt most, ha majd hallgatja, keverem a neveket. Tehát ő, ezt meg ugye ő fordította maga. Meg ott is, azt hiszem, Andi még volt, Andi, aki igen. besegített a fordításba. Mm-hmm. Meg, tehát mi is, tehát ő csinálta az egészet, a kiadást is ő csinálta. És érted, nem kell ehhez egy cég, tehát nem kell ehhez egy nagyon komoly Uber. Uh-huh. Vállalkozásodnak lenni ahhoz, hogy te ilyenekbe belekezdjél. És jó, nem kell 1000 tételeket kiadni, meg le lehet logisztikázni ezt kicsit. És elfogyott ez a kiadás, ez a 250 példány? Hamar, majd ugye? Elfog egyszer. Ja. Hamar. Tehát őszintén szólva, tehát ha az lett volna a cél vele, hogy minél előbb kiadjuk, akkor itt tudom, egy porn könyvet adunk ki, vagy valami ilyesmi, nem tudom. Tehát, ja. Vagy egy gambling könyvet, vagy egy... Tehát nem ez a cél vele. Tehát az a cél vele, hogy edukáljunk. Persze. És aki ez elér, és aki ez eljut, az értéket fog kapni a kezébe. Tehát arról gondoskodtunk, hogy tényleg minden stimmeljen, minden klapoljon a könyv kapcsán. És elsőre úgy néz ki, hogy valamilyen egyszerű, majd odamész az Amazonhoz, ő majd lelogisztikázza neked az egészet, de mi úgy csináltuk, hogy minden magunk. Tehát mi találtuk a nyomdát, mi csináltuk a fordítást, mi voltunk, hogy töltelőt kellett bevonni, dizájnert kellett bevonni egy picikét, tehát mindent mi akartunk magunk csinálni, hogy legyen egy tudást is felépítsünk mellé, tehát a jövőre nézve, hogyha netán kiadunk még több könyvet, akkor legyen egy tudásunk is. Igen, minőségre kell menni. Azért nem gondoltam volna. Így van, tehát igyekeztünk. Ez ennyire bonyolult lesz, mint amilyen lett. Én sem. És egy tök jó tapasztalás én egyébként, tehát ezt most így nem negatívból mondom, de hogy azért annyira nem egyszerű, mint amilyennek gondoltuk. Tehát ez a könyvkiadás is jó, néha a hátára közepére se kívánt az ember, de ja, tehát ez jó, meg még tervezzük is a jövőben is minden többet. Én nagyon büszke vagyok rá, én rettenetesen. Jó, de most akkor a következő. Next one. Ja, jó, most jó, kicsit bele feküdtem ebbe a dicsőségbe, és akkor most föltápászkodok majd. Nincs dicsőség. Jó, egy kicsit néha, na, hadd legyen. A szubjektív dolog. Persze, hát. De a lényeg az, hogy... Tehát a lényeg az, hogy tervezünk még könyveket kiadni, Meg ugye a shopban úgy van, hogy a könyvrészt azt próbáljuk minél több releváns információval vagy listázással feltölteni, már ami magyarul van. Tehát Magyarországon van a Fiat standard, van a Bitcoin standard, van ez a magyar mesekönyv, a Bitcoin pénz mesekönyv, és kvázi kifújt. Tehát fizikai print nyomtatás magyarul Bitcoinról nem nagyon van. Tehát, és nem egy nagy dolog. Tehát nem, tehát oké, elsőre komplikált az egész, de bárki neki tud állni, lefordítja. Sőt, jön hozzám Bitcoin bázishoz, mi segítünk, ha netán valahol elakad, még akár anyagilag is megtámogatjuk Satoshival, hogy akkor ki legyen adva, de mi örömmel állunk ennek. Tehát nekünk is könnyebb, hogy például az opt-out-tal csináltuk az egészet, mert ő is megcsinálta a maga dolgát, mi beraktunk egy kis Satoshit, meg megcsináltuk a mi részünket, és kijöttek. És fele annyi felelősség, meg fele annyi extra időráfordítás, amellett, hogy mellette még 500 másik dolgunk is van. Ja, de nagyon fontos. Tehát, és ez is tök érdekes. És fontos, de is nagyon fontos. És tök érdekes ez is, amit mondasz, hogy tényleg mennyire úgy voltunk, hogy lehet, hogy nem is kell az e-book, és hogy csak a könyv, mert megfogjuk, meg mit tenni, de vagy lehet, hogy ez is csak a mi fanatizmusunkból indul, hogy jó, a drágaság a kis bitcoin könyv, de hogy tényleg, hogyha kicsit reality check-elünk, akkor az e-book. Én forszíroztam egyébként, sőt, még mindig nagyon rajta vagyok, hogy csináljunk belőle hangos könyvet,
tehát hogy meghallgatni is meg lehessen, tehát millió lehetőség van, és igen, és muszáj. Tök röhögtem ma reggel egyébként, pont a Feri Kovács Feri, oszlopos 21 tag, Bitcoin CEO, valami posztjában bement a debreceni, azt hiszem talán Libri volt, hogy na most akkor megnézzük a magyar felhozatát, és hát az két darab szerencsétlen kis bitcoin és fiat standard volt a polcon a millió könyv között, ami tök jó, ura, de hát azért van még itt. Volt ott még egy pár négyzetméter, van, ahol ki lehet dobni a könyveket. Bőven. És ez csak a print. És még nem is beszéltünk, ha oktatásról, meg edukációról beszélünk, a meetupokról. Volt a Fanni, ugye egyik munkatársunk, ő már lassan egy éve mondja, hogy na, majd megy a volt iskolájából bitcoinról előadást tartani, meg majd ő felvidéki magyar, és hogy majd ő majd csinál ilyen meetupokat, majd különböző általános iskolákban, meg ilyen edukatív tartalmakat. De még nem lett abból se. Tehát rengeteg az ötlet, rengeteg a dolog, amit lehet csinálni itt bitcoin bázison belül, meg kívül is, ami bitcoin orientált. Csak egyszerűen vagy idő, vagy... Tehát rengeteg. Tehát most konkrétan nagyon le van terhelve az egész csapat. És ezért nem... Tehát például a nyomtatás is, miért nem csináljuk már a következő könyvet, mert egyszerűen nincs időnk rá, hogy azt is megcsináljuk. Tehát... A sok shitcoin elviszi a jövőt. Hát igen, ezért vagyok én, Maxi, mert fókuszáljunk a lényegre. Ez jó, ez igen, de valamivel élni kell. Hát ja, meg amikor felelősséggel tartozol más emberekért is, csapatod van, blablabla, bla, bla. Nyilván ez nem egy védőbeszéd, de sokszor a realitás talaján kell maradnunk. Tehát szerintem mindannyian hajlamosak igen. vagyunk. Én biztosan így elszállni, mint a győzelmi zászló. Ezt csináljuk, azt csináljuk, nem tudom én, mi csinálunk. Ja, én is. Ja, de hát ja. aztán visszahúppanunk, hogy úristen, még ezt se csináltuk meg. Nem tudunk már más csinálni. Ja, viszi az időt. Ja, viszont ez pozitív, hogy egyre többen meggyűlik. Ja. Tehát azt tudni kell, hogy aki teszem azt vállalkozni akar, vagy akármi, akár Magyarországon is, ilyen téren, vagy kriptotéren, és most nem a pump and dump szignálcsoportokra gondolok, meg a Facebook oldalakra, hanem nem tudom, akármi. Arra egyre könnyebb lehetőség van, különösen akkor, ha nemzetközileg is nyitott. Tehát ha tudja magát interkonnektálni a nemzetközi bitcoin és sajnos a kripto közösséggel is, akkor minden lehetősége megvan az, hogy nagyon szép kis, nagyon-nagyon valid és magas hozzáadott értékű dolgokat építsen a bitcoin ökoszisztémán belül, vagy azon túl is. Tehát Magyarországon bőven megvan a kreatív potenciál, hogy nagyon-nagyon nagy dolgokat adjon hozzá a bitcoin ökoszisztémához. Csak ugye mindig úgy van, hogy valami picike rész hiányzik, vagy idő hiányzik, vagy valamelyik komponense hiányzik annak, hogy elinduljon a dolog. De ez olyan, hogy valami rész mindig hiányozni fog. Hát erre érte. Vagyunk itt. És ezt akarom mondani, hogy olyan szerencsés együttállás van most itt, hogy igazából szerintem annyi jó ember gyűlt össze így az elmúlt hónapokban, hogy most egyszer talán megmerem azt kockáztatni, hogy azt mondjam, hogy nem hiányzik semmi. Az organizáció hiányzik, tehát most a magam nevében beszélek, hogy tényleg lesöpörni a hülyeségeket, és fókuszálni arra, ami igazán fontos. Én már annak örülök, ami a 21-ben elindult, az óriási. Tehát én nagy respekt mindenkinek, tényleg, ami ott van, mert tényleg látom, szerveződnek, ösztönzés. És mondom, ezt mindig mondom, akármi van, küldjétek, mi kirakjuk. Legyen, mert ez fontos. Tehát inkább ezt támogassuk, mint a ők meg fizetnek azért, hogy legyenek rajta. De ti meg csak nyomjátok, toljátok és hozzátok, és legyen bitcoinok. Legyen vibráns bitcoinok a szisztéma Magyarországon. Hát jó, van. Ez a fontos. Igyekszünk. Ez a fontos. Vamos, vamos, muchachos. Vamos.
Jó, hát így rövidesen egyébként itt az adás végéhez közeledünk. Biztos még 1000 témátok lenne, de majd akkor egy következő podcast alkalmából. Köszönöm, hogy itt voltatok. Köszi Kata, köszi Balázs. Reméljük, nagyon érdekes köszönjük volt mindenkinek. Még így záró akkordként elmondanám, hogy van nekünk ez a 21.world nevű, vagyis van, itt van weboldalunk. És itt lehet fórumot, híreket, cikkeket, linkeket podcastról olvasni, könyvekről, a white papert magyarul, aki esetleg eddig nem olvasta, az itt megteheti. És találkozhattok velünk a Bitcoin meetupokon, ami most már Pécsen is volt, Miskolctapolcán, Miskolcon, Budapesten. De durva. És még ki tudja, hol lesz. Paraguayban. Mindenképpen nézzétek a Paraguayban. Pécs Paraguay tenger. A podcastot és a weboldalunkat. Jó van, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Sziasztok. Texas. Texas. Ciao. Most jönnek a fegyveresek. Figyel. Reklám. Reklám. És egy Raiffeisen bank. A mai adást támogatta az OTP. Az OTP. Vagy az államkincstár. Az államkincstár. És vegyünk államkincs jegyeket.